Megnyíltak a határátkelők, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Garbolcnál, Zajtánál és Ömbölynél szombatonként kelhetnek át az utazók Romániába. Ápolók napja. Erkölcsi és anyagi megbecsülést is ígér a kormány az ápolóknak, ezért 2019-ig folyamatosan emelkedik majd a szakemberek bére. Szatmár hősei. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére táblát avattak Szamosszegen. Hétvégén megnyíltak az alkalmi határátkelők a magyar-román határszakaszon. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Garbolcnál, Zajtánál és Ömbölynél szombatonként kelhetnek át az utazók Romániába. A kormányzat vizsgálja az állandó határnyitás lehetőségét is. Az útleveleket és az autókat ellenőrzik a magyar és román rendőrök az Ömböly és Károly puszta között szombaton megnyitott alkalmi határátkelő helyen. A határ két oldalán élők ezentúl szombatonként délelőtt 9 és este 5 óra között használhatják ezt az átkelő helyet érvényes személyi okmányok ellenében. Az ünnepélyes határnyitáson a kormány képviselője elmondta, a határszakaszon az eddiginél jóval több helyen kelhetnek át az emberek a szomszédos országba. Ezzel a új tízzel igazán megdupláztuk a lehetőséget, hogy a helyi lakosok egymásra találkozzanak, akár gazdaságfejlesztés, turizmusba, vagy csak meglátogassák egymást. Eddig 58 kilométert kellett megtenni két határ között, ez a 10 új határátkelővel, ez lerövidül 35 kilométerre, szerintem ez egy nagy eredmény. A két ország érintett önkormányzatai uniós támogatásból építették meg a határokon átvezető utakat, ezeket azonban a magyar-román schengeni határ miatt eddig nem lehetett használni. Amíg ez nem valósul meg, addig pedig a két kormány erőfeszítései révén, hát vám már nem kell, de rendőri határellenőrzés még kell néhány napra, és hát reméljük, hogy ha a forgalmi adatok is bizonyítják, akkor a hét minden napján megnyílik ez a határ. A határnyitás lendületet adhat határmenti, eddig zsákfaluként működő magyar és román falvak fejlődésére. Régen dolgozunk azon, hogy Ömbölye és Szaniszló között megnyíljon ez az út, és lehetőséget adjon a gazdaság fellendítésére. Munkahelyeket teremtsen ez az út, ez is a feladata, és ezáltal életet adjon a térségnek. Az alkalmi határnyitás Szabolcs-Szatmár-Bereg mellett Csongrád, Békés és Hajdú-Bihart is érintette. Utóbbi megyében Pocsaj-Bihar félegyházán és Bagamér érkenézen nyílt átlépési lehetőség. Nem kell 50-60 kilométert kerüljünk, mert ugye ha lejtővétesnek megyünk, akkor 50-60 kilométer, még oda megyünk meg vissza. Ha amarra megyünk Ártánnak megint, itt vannak a szomszédaink, akiktől elváltunk ezért egy jó pár évvel. Látogass lakosság, megyünk látogatóba. A hétvégén megnyitott 10 alkalmi határátkelőből 9-et szombatonként, egyet pedig vasárnap használhatnak az utazók, valamennyi átkelő napi 8 órán át tart nyitva. Újraindult az áramtermelés a korábban a jeges árvíz miatt leállított tiszalöki vízerőműben, közölte az erőmű vezetője az MTI-vel. Péntek délben beindították a 3 áramtermelő turbinát, majd rákapcsolták a hálózatra, azóta folyamatos az áramtermelés. A jeges árvíz itt nem okozott károkat a műtárgyakban, a horgonyzó úszó járműveken jelentéktelen sérüléseket találtak a szakemberek. A tiszalöki vízlépcsőt február 6-án állították le a Tiszán érkező olvadás és a hégzajlás miatt. A létesítmény alvízi részén Tiszadada és Tiszalök között február 9-én egy jégtorlaszt is felrobbantottak a rendőrség tűzszerészei annak érdekében, hogy megvédjék a jégtől az erőművet. Az erőmű évente 55 és 70 gigawattóra közötti árammennyiséget termel a hazai elektromos hálózat számára. Erkölcsi és anyagi megbecsülést is ígér a kormány az ápolóknak, ezért 2019-ig folyamatosan emelkedik majd a szakemberek bére. A 4 éven át tartó fokozatos fizetés emelés tavaly szeptemberben 26%-kal kezdődött. A Magyar Ápolók Napján Nyíregyházán kitüntetéseket adtak át a kiemelkedő munkát végző szakembereknek. Az ápolókat ünnepelték a megyeházán, az országgyűlés 2014-ben döntött arról, hogy február 19-én Kossuth Zsuzsanna születésének évfordulóján ünneplik a Magyar Ápolók Napját. Kossuth Lajos húga a tábori kórházak főápolónője volt, ilyen felelős posztot először töltöttek be a hazai ápolás történetében 1817 és 1854 között.
Az ápolók az egészségügyi intézményeket alapjaiban határozzák meg, ugyanis ők azok a szakemberek, akik éjjel-nappal kapcsolatban vannak a betegekkel. Ezért fontos, hogy a társadalom is elismerje munkájukat. Közölte Nagy Géza, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház ápolási igazgatója a nyíregyházi ünnepségen. Magyarországon az ápolók megbecsülése az most kezdődött el valahol. Ugye ez látható anyagiakban is, nem csak az erkölcsi megbecsülés. Nyilván, mint ápoló és mint ezt gyakorló szakember, mindig egy kicsit elégedetlen vagyok, és többet szeretnénk. Ez valahol rendjén is van ez így, de azt gondolom, ez a folyamat, ami most elkezdődött tavaly, és folytatódik ebben az évben, és látható még a következő esztendő is, azért ez nagyon bizakodó és nagyon reménykeltő, hogy a megbecsülésünk az azért az kezd helyreállni, és talán helyén is lesz. Az ápolók munkája olyan hivatás, amelyet a civilek nagyon sokszor nem érthetnek meg, közölte Adorján Gusztáv főigazgató. A kormány anyagi megbecsülést is ígér számukra, a 4 éves folyamatos béremelési program még tavaly kezdődött el. Az elmúlt esztendőben 26%-kal emelkedett az ápolóknak a bére, ebbe az évben 12%-kal fog, és a következő 2 esztendőben pedig 8-8%-kal. Azt gondolom, hogy ilyen fokú béremelés az elmúlt évtizedekben nem volt. Ez bizonyítja azt, hogy úgy gondolom a társadalom is egyre jobban megbecsüli az ápolókat, és meg is kell becsülni őket, mert nélkülük az egészségügy megáll, és nélkülük nem fog menni. A Magyar Ápolók Napján országszerte kitüntetéseket is átadnak a kiemelkedő szakmai teljesítmény nyújtó dolgozóknak. Nyíregyházán összesen 25 szakember vehette át az elismerést. Díjazta a sikeres cégeket a Mátészalkai önkormányzat. A város kiváló vállalkozása 2016 díjat többek között a Hoya szemüveglencse gyártó ZRT is megkapta. Az üzem az elmúlt 5 év során nagy mértékben hozzájárult a város fejlődéséhez. A Mátészalkai Ipari Park egyik legjelentősebb vállalata a Hoya szemüveglencse gyártó ZRT. Az üzemben az elmúlt 5 év során nagy mértékben növelték a foglalkoztatotti létszámot, és ezzel együtt a társaság árbevételét is. Így a cég által befizetett iparűzési adó is hozzájárult Mátészalka fejlődéséhez. A Hoyának szinte napi kapcsolata van az önkormányzattal, támogatják a kórházat és a sportot is. A cég munkáját most a Mátészalka város kiváló vállalkozása 2016 díjjal is jutalmazták. A gyár az idei évre további fejlesztéseket tervez. 2016 volt egy nagyobb beruházási időszak, most visszatekintve a 11-12-es évek után. Itt több mint 1 milliárdos beruházás volt az elmúlt időszakban is. Most viszont még ezeknek az utómunkálatai várhatóak, és terveink között szerepel egy új raktár és irodaépület, amely egy picit a vállalkozás arculatát is befolyásolni fogja, ez lesz az egyik legnagyobb beruházásunk az elkövetkezendőben. A díjat az önkormányzat és a vállalkozások közös vacsoráján adták át Tóth Istvánnak és a további cégvezetőknek is. Az évnyitó fórum azért fontos a város életében, mert az önkormányzat vezetése a vállalkozókkal így kötetlenül tudja megvitatni az őket érintő témákat. Rendkívül büszke vagyok arra, hogy kiváló kapcsolatban vagyunk, és ez az élet 100 területén megvalósul és testet ölt Mátészalka önkormányzata és a vállalkozások között. Itt végképp nem arról van szó, hogy szeretjük a vállalkozókat addig, ameddig befizetik az iparüzési adót, hanem igyekszünk valóban egy olyan élő, viruló kapcsolatrendszert kialakítani, amely többek között a mai estében is megtestesül. A vállalkozások közös fórumát idén már 3. alkalommal szervezte meg a Mátészalkai önkormányzat. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére táblát avattak Szamosszegen. A községből 1944-45-ben több mint 50 főt hurcoltak el, mondta az avató ünnepségen a település polgármestere. Gergely Lajos kiemelte, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesülettel való együttműködés, valamint a Gulág emlékév pályázata adott lehetőséget arra, hogy méltón emlékezzenek az áldozatokra. Szamosszegen ez az oszlop és az előtte álló katonaszobor őrzi az első világháborús hősök névsorát. Mellette ez az emlékmű már a II. Világháborúban elesettek és az 1944-45-ben elhurcolt lakosok neveit is összegzi. Különféle dokumentumokban más számok vannak, ugye van, aki 71 elhurcoltra emlékszik, van, aki 54-re, a levéltári kutatások adatokban 54 fő szerepel, ami az emléktáblára is írásra került.
Az új emléktábla leleplezése előtti ünnepségen elhangzott a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából több száz pályázat, közöttük a szamosszegi segítségével tudják őrizni az elhurcoltak emlékét. Főleg a fiatalok, vagy elsősorban a fiatalok keveset tudnak róla, hiszen nem beszéltek a nagyszüleik, dédszüleik ezekről az eseményekről, mint ahogy nekünk is óvatosan meséltek a szüleink, minket akartak ezzel megkímélni. És ezért gondolom azt, hogy nagyon jó volt a kormány kezdeményezése, hiszen nagyon sok településen a megyében különböző rendezvényekkel emlékeztünk arra, hogy a diktatúra a 20. században nagyon komoly emberi, családi tragédiákat okozott. Az emléktáblát Tilki Attila országgyűlési képviselő, valamint a település polgármestere és a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület elnöke leplezte le. Ez egy szomorú esemény volt 70 évvel ezelőtt, hiszen anélkül, hogy itt bármiféle törvényes eljárás lett volna, összefogdosták az embereket, kit azért, mert katona volt, kit azért, mert kulák volt, kit azért, mert hogy csak éppen a szovjet teherautón lenni kell valamennyi embernek, és hiányzott öt, és az utcáról fölpakoltak fiatalokat, és vitték a Szovjetunióba, és ezeket is meg kell, hogy örökítsük. Ezekre is emlékeznünk kell, mert így teljes a történelmünk. És ha történelmünk teljes, akkor lesz jövője Szatmárnak, lesz jövője Szamosszegnek, lesz jövője a magyar nemzetnek. Bíró Lajos szobrászművész alkotásánál az átadás után valamennyi emlékező koszorút helyezett el az elhurcoltak tiszteletére. Oldalára borult egy nyerges vontató Kálmánháza és Hajdúnánás között. A kamion lesodródott az úttestről, fának ütközött, majd árokba hajtott. A jármű mintegy 25 tonna fűrészelt fenyőt szállított. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár viszont jelentős. A rendőrség egyelőre vizsgálja a baleset körülményeit. Mintegy 2500-an látogattak el a 10. lápi disznótorosra Nagyecsedre a hétvégén. A rendezvényről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Bronzérmet szerzett a HEB kupában a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a sorozat Győrben megrendezett döntőjében előbb 80-73-as vereséget szenvedtek a budapesti tehetséges fiatalok csapatától, majd 94-65-re legyőzték az oroszlányt. Megszerezte 15. győzelmét a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese az Amatőr Nemzeti Bajnokság 17. fordulójában lejátszott mérkőzésen 78-71-re verte az MTK Budapest csapatát. A fogó pálinkát, a disznó szúrását és az elkészült ételeket is zsűrizték a hétvégén Nagyecseden, ahol 10. alkalommal rendeztek lápi disznótorost. A rendezvényre, amelyen rekordszámú 18 csapat versengett, mintegy 2500-an látogattak el. Töltik a hurkát, kolbászt Nagyecseden, nyárson sül a malac. A lápi disznótoroson baráti társaságok és önkormányzatok mérték össze gasztronómiai tudásukat, mutatták be a településükre jellemző finomságokat. Minden idők legtöbb csapata nevezett, 18 csapattal vesznek részt az erre érdeklődők és azok, akik meg akarják mutatni, hogy tulajdonképpen náluk hogy is csinálják a disznóvágást, és azon túl, hogy 18-an vannak, még ráadásul két testvértelepülésünk is jelen van, a határon túlról, Romániából, Erdőd városából jött el egy csapat, és Ukrajnából pedig Perecseny városából, mind a ketten a testvér településeink, és most első alkalommal mérettetik meg magukat, és mutatják meg, hogy a határon túl hogyan is dolgozzák fel a disznókat. Fő a hurka a lápi betyároknál. A véres hurkát itt nyers vérrel készítették és kaporral, ami igazi különlegességnek számít. Ez a csapat egy óriási 260 kg-os disznót vágott. Saját tapasztalat, hogy az érett disznónak, tehát a több éves disznónak teljesen más húsa van. Tehát nem az a kis puha fehér hús, hanem egy karakteresebb ízt ad. Ez főleg a kolbásznál jön ki, nagyon erősen, de a sonka is teljesen más, és a szalonna is. A rendezvényen jelen volt Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője is, aki azt hangsúlyozta, a kormány elkötelezett az egészséges sertéshús fogyasztásának népszerűsítése mellett, ezért is csökkentették tavaly a sertéshús áfáját 5%-ra, aminek hatása érezhető volt.
Meglátszott a fogyasztás növekedésén, és ezzel együtt egyébként szürkül a gazdaság, hiszen a 27%-os áfa csalásra is okot adott a különböző papíron való utaztatásokkal. De mellett ugye meg kell, hogy említessük, hogy ha már a disznótorosan vagyunk, de a csirkehúst, a tojásárát, amelyik szintén áfa csökkenés, tehát alapvető élelmiszerek szintjén a lakossági fogyasztást is megpróbáljuk elősegíteni. Emellett megjelenünk különböző nemzetközi szintereken, legutóbb Németországban volt egy élelmiszerbemutató, és nagyon nagy hírrel jöttünk haza. Fazakas miniszter úr vezet azt a küldöttséget, és az ott feldolgozott sertés és egyéb mezőgazdasági termékek vonatkozásában nagyon-nagyon nagy minőséget produkáltunk, nagyon meg voltak elégedve. A lápi disznótoroson az ínyenségek mellett egész nap kulturális programok is szórakoztatták a nagy érdeműt. Bronzérmet szerzett a Hepkupában a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a sorozat Győrben megrendezett döntőjében előbb 80-73-as vereséget szenvedtek a budapesti tehetséges fiatalok csapatától, majd 94-65-re legyőzték az oroszlányt. A nyíregyháziak a bajnokságban vasárnap az óbudai kaszásokat fogadják. Az elmúlt hét második felében Győr adott otthont a férfi kosárlabdázók Magyar Kupa és Hepkupa döntőjének. Utóbbi sorozatban volt érdekelt a Nyíregyháza Blue Sharks, amely az elődöntőben a TF Budapest ellen lépett pályára. A kék cápák 3-4-en keresztül vezettek az NB1B nyugati csoportjának 5. helyén álló fővárosiak ellen, a hajrá azonban a tehetséges fiataloké volt, akik így 7 ponttal megnyerték a mérkőzést. A bronzmeccsen a kupa győzelemre leginkább esélyesnek tartott, de az elődöntőben szintén vereséges szenvedő oroszlány ellen a motiváltan és felszabadultan játszó nyíregyháziak végig uralták a találkozót. A kérdés csak a különbség volt, végül 29 pontos győzelmet aratva szerezte meg a bronzérmet Siska János együttese. Nagyon elégedett vagyok. Én úgy gondolom, hogy a 4 csapatot nézzük, abból a mi csapatunk volt a legfiatalabb, a legrutintalanabb, és az, hogy elértük ezt a 3. helyezést, ez óriási teljesítmény. A kék cápák legrutinosabb játékosa, Nagy Krisztián mindkét mérkőzésen kiemelkedően játszott. A nyíregyháziak csapatkapitánya a TF Budapest ellen 21, az oroszlány ellen pedig 14 pontot szerzett. Én először is gratulálnék a csapatnak, hogy bronzérmet sikerült szereznünk a Hepkupában. Én azt mondom, hogy maximálisan nem lehetek elégedett, hiszen benne volt a győzelem az első mérkőzésben is, de úgy gondolom, hogy a meccs utáni szomorúság hamar elmúlhatott, hiszen tisztességesen helyt állt a csapat, illetve úgy gondolom, hogy a második mérkőzésre kellőképpen el tudtuk azt felejteni, hogy nem sikerült döntőbe jutni, és nagyon örülök annak, hogy a csapat mégis egy vesztes mérkőzés után így fel tudott állni, és ilyen mérkőzést tudott játszani a bronzmeccsen. A Hepkupát végül a TF Budapest nyerte, miután a döntőben 73-62-re legyőzte a Vasas Akadémia csapatát. A nyíregyháziak vasárnap a bajnokságban az óbudai kaszások együttesét fogadják. Megszerezte 15. győzelmét a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláné együttese az amatőr nemzeti bajnokság 17. fordulójában lejátszott mérkőzésen 78-71-re verte az MTK Budapest csapatát. Az NKS továbbra is vezeti a keleti csoport tabelláját. Ha az Éllovas fogadja a 9. helyezettet, egyértelmű, hogy melyik csapat a mérkőzés esélyese, főleg ha a házigazda legutóbbi 13 bajnoki meccsén nem talált legyőzőre. Az MTK Budapest A csoportos keretéből több játékos is bevetett a nyíregyházi vendégjátékán, ettől függetlenül az NKS végiguralta a mérkőzést. A 4 ponttal megnyert első negyed után a második 10 percet 3 ponttal nyerték Farkasinszki Gyuláné tanítványai. A folytatásban tovább nőtt a két csapat közötti különbség, amelyen ugyan a hajrában kicsit kozmetikázni tudtak a vendégek, de a nyíregyházi kosársuli győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben. Nem az a könnyed ellenállás volt, mint amit Pesten tapasztaltunk. Az is hozzátartozik, hogy mi próbáltunk azért olyan játékelmeket gyakorolni, hogy a támadásban, mint a védekezésben, ami már egyértelműen a Szeged ellen készítette fel a csapatot. Na most ez teljes mértékben nem működött az MTK ellen. Tehát itt időközben át kellett alakítanunk a dolgokat. Próbáltuk megnézni azt, hogy a fiatalok közül, a kadettek között kit kivel lehet úgy fönntartani, vagy védekezésben kit milyen poszton lehet, melyik helyen lehet úgy fönntartani, hogy esetleg hatékonyak legyenek majd a következőkben. Ezért egy szoros mérkőzés alakul, de én úgy gondolom, hogy nincs ezzel semmi gond és probléma. Nézzük, legalább jó szórakoztak, egy kicsit izgultak, hogy mi lesz a mérkőzésnek a végkifejlete. A nyíregyházi kosársuli pénteken ahhoz a Szegedhez utazik, amellyel az elmúlt években rendre szoros mérkőzéseket vívott.
A Szeged ellen nem szeretünk kikapni, tehát ugye ez valamilyen szinten mindig egy ilyen presztízs mérkőzéssé alakul át, talán mondom azért is, hogy itt azért olyan párharcok vannak, amik már évek óta megvannak, és ugye mind a két csapat bizonyítani akar másik ellen. Alapvetően nekünk ez a győzelem azért lenne jó, mert hogyha itt Szegeden nyerünk, akkor nekünk már 90%-ra megvan az, hogy a csoport első helyén végzünk, és ugye a rájátszás fel egy könnyebb ellenfelet kaphatunk. Tehát nekünk inkább ez az, ami egyértelműen a tétje ennek a mérkőzésnek. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának tabelláját a nyíregyházi kosársuli vezeti 15 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve az egyaránt 13-3-as mutatóval rendelkező Vasas Akadémiát és Szegedet. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Hétvégén megnyíltak az alkalmi határátkelők a magyar-román határszakaszon. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Garbolcnál, Zajtánál és Ömbölynél szombatonként kelhetnek át az utazók Romániába. A kormányzat vizsgálja az állandó határnyitás lehetőségét is. Erkölcsi és anyagi megbecsülést is ígér a kormány az ápolóknak, ezért 2019-ig folyamatosan emelkedik majd a szakemberek bére. A Magyar Ápolók Napján Nyíregyházán kitüntetéseket adtak át a kiemelkedő munkát végzőknek. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére táblát avattak Szamosszegen. A községből 1944-45-ben több mint 50 főt hurcoltak el, mondta az avató ünnepségen a település polgármestere. A Kölcsei Televízió híradóját látták február 20-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb, holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérhetik weboldalunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is sok lesz a felhő, de megszűnik a párás, ködös idő. Erős nyugati északnyugati áramlással egy frontrendszer éri el térségünket, ezért változékonyabbra fordul időjárásunk. Éjjel többnyire borult lesz az ég, az éjszaka második felében többfelé esőre számíthatunk. A délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, reggelre általában egy fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd késő délutántól átmenetileg felszakadozik, csökken a felhőzet, ismétlődő eső várható. A nyugati szél megélénkül, délutánra 6 fokig emelkedik a hőmérséklet, holnap előbb meleg, majd gyenge hidegfronti hatás várható. A héten időjárási frontok sorozata éri el térségünket, ezért gyakran lesz erősen felhős az ég, de emellett napos időszakok is lesznek. Péntekig fokozatosan enyhül az idő, napközben 10 fok fölé melegszik a levegő, és az éjszakák is fagymentesek lesznek. Péntek este egy hidegfront érkezik többfelé esővel, záporokkal, és a hétvégén átmeneti lehűlésre lehet számítani.